Néptánc, kézműveskedés, rovásírás tanulás, előadások és 3D nyomtatás. Tábort szervezett az Apró Népek gyermektánc csoport Kismányokon. Idén a magyar népi hagyományok és az indián kultúra kapcsolata volt a központi téma. A gyerekek megismerkedhettek az ősi szokásokkal, azok mai világunkra gyakorolt hatásaival. Emellett pedig megismerték a település és környékének növény- és állatvilágát. Megyei könyvtár támogatásával például a hétfői napon a Gemenci erdőről hallottak a gyerekek egy előadást. Nagyon érdekes volt, mert egy olyan látószögből mutatta be az előadó a gemenci fotózást, hogy milyen trükköket kell kitaláljanak, hogy az állatok ne érezzék, ne lássák őket, ne érezzék a szagukat, hogy hogyan kell elbújni. Úgyhogy nagyon, nagyon tetszett a gyerekeknek. Volt agyagozás, a Déramál Pécs mellől jön, évek óta visszatérő segítő vendégünk, aki a fazekasság a kis tálak elkészítésében segített. Nagyon szeretnek a gyerekek gyurmázni, agyagozni is, sőt megteszi azt, hogy elviszi, kiéget és visszahozza egy másik alkalommal. Voltak íjászok, Illés Attila és Nagy Robi eljöttek és hozták az íjakat, hozták a vaddisznó és a szarvas célpontot, és a gyerekeknek megmutatták, hogy milyen az, amikor elröpül az íj, és beletalál a célpontba. Bálint Mirtil rovásírásra tanította, minden délelőtt jött Bonyhádról, és szépen lépésről lépésre fokozatosan egy pár leckén keresztül eljutott oda, hogy a gyerekek felismerték a saját nevüknek a kezdőbetűjét esetleg. A gyerekek oda eljutottak, hogy a rovás ABC alapján a betű a nevüket le tudták írni. És itt a rovásírásban ott vannak a jelek, tehát a vonal, a pont, a kör. Én ezt az indián életmódban az indiánoknak a magukra festett jelek, a ruházatukra, a sátrukra festett jelekben is, sőt azért van egy olyan ága is a népi gyógyászatnak, vagy a gyógyításnak, hogy jelekkel is lehet gyógyítani. Úgyhogy megpróbáltam úgy bele rejteni indirekt módon, és a gyerekekkel beszélgetni arról, hogy például egy kereszt, egy pont, egy kör, mi mindent takar még a népművészetben, miért festették, miért faragták bele a jeleket, hogy egy kör például, hogy bezárja azt a területet, egy védelmet, a házunkat is bekerítjük. Tehát, hogy egy kicsit úgy gyakorlatban is lássák azokat a jeleket, szimbólumokat, ami körbevesz. Tehát egy kicsit volt egy ilyen célom is. Akkor volt egy olyan érdekes dolog, hogy tanultuk ezt az esőtáncot, ezt az esőéneket, doboltunk rá meg, és akkor beszéltünk arról, hogy mi van akkor, amikor sokan egyszerre egy dolgot kérünk, és ahogy hát az énekben benne van, hogy túl nagy itt a szárazság, túl nagy itt a vízhiány, adjál nekünk vizet, és egyszer csak leszakadt az ég. A táncokat pedig, mivel ezek a gyerekek közül, főleg az újak, azok abszolút úgy indultak, hogy ők nem táncolnak. Ők kézműveskedni szeretnének, de ezt aztán mondtam, hogy az indián is a tűz körül azért egyet-egyet dobbant, egyet-egyet tapsol, meg megfordul, tehát úgy megpróbáltam úgy szépen fokozatosan őket bevonni, és hát egy felcsíki táncot, tehát egy székelytáncot tanultunk, ami nagyon egyszerű, az ének is, a mozgás is egy nagyon egyszerű, tehát nem akartam túlerőltetni és elvenni a kedvüket. A másik tánc pedig egy somogyi ugrós, mivel nagyon sok fiú jött most a táborba, és úgy gondoltam, hogy akkor botolós táncot is megmutatom, hogy egy bottal mi mindent lehet csinálni, hogy azt dobogtatunk, ütögetünk, sőt egymással, mintha kardoznánk, és ez a néptáncban benne van. És ez is nagyon-nagyon tetszett. Annyira tetszett, hogy a záró táncon, a záró estünk, az szombaton este van,
amikor a szülőket meghívjuk egy finom vacsorára, és megmutatjuk egy kiállítás gyanánt, hogy mi mindent készítettünk, a rajzokat, a fonatokat, a mindent, és bemutatjuk a táncot. És akkor azt úgy alakítottam, úgy állítottam össze, hogy volt néptáncos része, és akkor egyszer csak az egyik apuka, aki egész héten segítőnk volt, az beöltözött nagy indiánnak, és egy nagy dobbal bejött, és a kör közepén indián táncra hívta a gyerekeket, és így összesimult a néptánc és az indián tűztánc, és azt mondták a szülők, hogy hát a saját gyereküket látva, hát olyan örömtáncot láttak azon a gyereken, aki nem akart néptáncolni, hogy nagyon köszönték. Kismányokon legközelebb augusztus 15-e és 20-a között rendezik meg a néprajzi tábort.